Kecskésné Nagy Edit a Szerencsi óvoda és bölcsöde vezetője a június 24-i testületi ülésen számolt be a grémiumnak a 2020-2021-es nevelési év alakulásáról. A vírushelyzet miatt senkinek nem volt egyszerű ez az időszak, azonban az óvoda vezetésének és minden dolgozójának úgy kellett az aktuális szabályokat betartani és betartatni, hogy ebből a gyerekek semmit ne vegyenek észre. A megszokott zenés és az intézményen kívüli programok sajnos nem valósulhattak meg a szigorú szabályozások és a lezárások miatt, azonban szeptembertől új élmények várják majd a kicsiket. Egy megszokott rendbe beinduló nevelési évvel kezdtük a 2020-21-es nevelési évet, és utána októberben át kellett csoportosítani, módosítani az elkövetkezendő időszakot. Ezt az akadályt úgy gondolom, hogy a közösséggel együtt megfelelően tudtuk megoldani. A szülőket értesítettük az őket érintő kérdésekben, és azt gondoltuk, hogy ezt februárban majd tudjuk folytatni a megszokott rendet, ez nem így történt. És én úgy közelítettem meg ezt az időszakot, hogy a pozitívumokat hozzuk ki belőle, a lehető legjobbat, hiszen a nehézségek mellett nekünk a gyerekekkel foglalkozni kellett, és a gyerekek ebből nem igazán kellett volna, hogy sokat érezzenek. A változások a programokat érintették, a nevelési év továbbra is ugyanúgy folyt az óvodában, mint ahogyan a megszokott rend kívánja, és ki tudnám emelni a húsvéti kiállításunk második éve történő elhalasztását, és helyette egy online rajzpályázatot hirdettünk meg, versmondással egybekötve, és itt 6 tagú szakmai zsűri értékelte a gyerekeknek a munkáit, mindenkit jutalmaztunk, támogatást kaptunk, édességcsomagban, és az oklevelek mellé ezt a gyerekeknek oda tudtuk adni. Én azt hiszem, hogy itt azért látható volt, hogy a közösség össze tud fogni, a szülők támogatnak bennünket a nehézségek ellenére, és mi ennek nagyon örültünk. A kiemelt feladatunk ebben az évben a környezettudatos nevelés volt, és örömmel fogadtam, hogy az ötletemet a polgármester úr támogatta, és játékokat kaptunk, környezettudatos játékokat mind a két épületbe, és ezeket az óvónők beépítették a napi gyakorlatban, tehát itt is azt mondhatom, egy kicsit változatosabb megközelítéssel tudtuk a gyerekekben elmélyíteni a környezettudatos nevelést. A pedagógusok a gyermeknap alkalmából is támaszkodtak erre az ismeretanyagra, és beépítették az udvari ügyességi játékokba a környezettudatosságot. Én azt hiszem, hogy egy teljesen felkészült és felelősségteljes nevelőtestülettel dolgoztunk ebben az évben, és a szülők megfelelően tudták támogatni ezt a nehéz időszakot, és az évet én pozitívan értékelem, ennek ellenére, mert mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gyerekek ebből a lehető legkevesebbet érezzék a negatív dolgokból. A 2021-2022-es nevelési évben az elmúlt időszakban elmaradt eseményeket és az ott megszerzett élményeket az idei nevelési évben szeptembertől szeretnék az óvodapedagógusok bepótolni a kicsikkel. Kecskésné Nagy Edit elmondta azt, hogy a lehető legtöbb alkalmat szeretnék a kollégáival együtt kihasználni arra, hogy óvodán kívüli programokkal kedveskedjenek a gyerekeknek, hogy a csöpségek az iskolai évek előtt minél többet tapasztaljanak, amely elengedhetetlen a fejlődésükhöz.